Krisztus ma mindannyiunkat arra hív, hogy vegyünk részt a szolgálatban, amellyel Isten bízott meg bennünket, bármi is legyen a foglalkozásunk. De vannak, akiket arra rendelt, hogy teljes idejüket az evangélium hirdetésére szenteljék. Akik egy gyülekezet lelkivezetői, mint Szabados Regina is, a Pécsi Evangélikus Egyház segédlelkésznője. Gimnazista koromban ért engem ez az elhivatás, akkor gondoltam először arra, hogy a lelkészi pályát választom. Gimnazista voltam, vagyis 8. osztályos, akkor fejeztem be az általános iskolát, kezdtem el a gimnáziumot, amikor komolyabban kapcsolatba kerültem a szekszárdi evangélikus gyülekezettel. Eljártam az ifjúsági órákra, hittanórákra, illetve a nekünk szervezett bibliaórákra, és az ottani lelkésznek, Ifa Fenser Károlynak a munkája, szolgálata is ösztönző erő volt nekem arra, hogy ezt a hivatást válasszam. Illetve beszélgettem az akkori idősebb lelkészekkel, H. Németh Istvánnal, illetve Andorka Sándor lelkészúrral, és az ő szolgálatuk, munkájuk, visszaemlékezéseik erről a hivatásról is megerősítettek bennem azt az érzést, hogy ezt a pályát, hivatást kell választanom. Van-e a családban még lelkész? Igen, 2 unokatestvérem, ők református teológián tanultak, és jelenleg a református egyházban dolgoznak, mint református lelkésznők, és ők is nőként vállalták ezt a hivatást. Krisztus apostolaitól elindulva napjainkig csak nem férfi lelki pásztorokról beszélhetünk. Éppen ezért talán egy nőnek nehezebb lehet kivívnia egy gyülekezet elismerését. Önnek mi a tapasztalata ezzel kapcsolatban? Hát tapasztalatokról már én is beszélhetek. Igaz, hogy még önálló lelkészként nem dolgoztam egy gyülekezetben, úgy, mint egy gyülekezet vezető lelkésze, viszont a teológus, illetve egyetemi évek alatt nekünk is kellett lelkészi szolgálatot végeznünk, olyan értelemben, hogy Isten igéjét hirdethettük egy-egy gyülekezetben, és amikor én megérkeztem egy gyülekezetben, mint nő, nem tapasztaltam azt, amit elmondott itt nekem, illetve az észrevételeit, hogyha mi is ugyanúgy, ahogyan a férfiak sikeresen, illetve Isten a Bibliához, Isten igéjéhez hűen hirdetjük az evangéliumot, akkor nem érhet bennünket sem csalódás, hiszem ezt. Hogyan került Pécsre, és mióta van itt? 1997. szeptember 15-e óta kerültem Pécsre. Azóta itt dolgozom, mint segédlelkésznő a Pécsi Evangélikus Gyülekezetben. A püspök úr helyezett ide Pécsre. Kérésem is volt, hogy a szülővárosomtól, Szekszártól ne kerüljek messze, illetve én még tovább tanulok Veszprémben, az államigazgatási főiskolán, és kértem a püspök úrtól azt, hogy egy olyan helyre szeretnék kerülni, ahonnan lehetséges eljárni a konzultációkra is, Veszprémbe, illetve Budapestre. Azt hiszem, ez viszont tényleg nem mindennapi, hogy egy lelkésznő az államigazgatási főiskolán is tanul. Hát ezt már többször említették nekem mások is, hogy mi indított arra, hogy jelentkezzem az államigazgatási főiskolára. Én úgy gondolom, hogy nem árt a lelkészeknek sem az, hogyha rendelkeznek közigazgatási, illetve jogi ismeretekkel, hiszen most az egyház is különböző iskolákat visszaigényelhetett, szeretett intézményeket, gimnáziumokat újraindíthatott, és ezeknek az intézményeknek az ellátásában, fenntartásában a lelkésznek van döntő szerepe, illetve a lelkészre hárul minden felelősség. És ezért úgy gondoltam, hogyha majd egyszer én is kikerülnék önálló gyülekezetbe, vagy esetleg rám bíznának egy szeretett otthon vezetését is, akkor önmagam segítségére, illetve az embertársaim segítségére is lehetek azáltal, hogy vannak közigazgatási, illetve jogi ismereteim. Nagyon praktikus elgondolás. Mik a teendői itt Pécsett? A hittan oktatásban veszek leginkább részt. Egészen az óvodás kortól a konfirmáció korig, tehát 14 éves korig végzem a hitoktatást a gyülekezetben, illetve Pécs különböző iskoláiban. Ezen kívül a 2 szeretett otthonunknak az ellátása, a hitéletének az ápolása is a feladatom,
reggeli áhítatokat tartok, illetve az idős embereket látogatom. Ezen kívül a vasárnapi istentiszteleti szolgálatokban is részt veszek, segítek, illetve irodai munkában, bibliaórák tartásában. Mennyire sikerült beilleszkedni a helyi közösségbe? Hát sikerült, boldogan mondhatom el, hogy sikerült. Nagyon nagy szeretettel fogadtak itt Pécsen, egészen az idős korosztálytól kezdve a legfiatalabbak, akár hittanórai tapasztalataimra gondolok, tényleg pozitív élményekről számolhatok be. Mikor lesz önből lelkész? Hát tulajdonképpen már lelkész vagyok. Egy sajátos helyzetben van még ma, a mai napjainkban az evangélikus egyház, hiszen ha valaki elvégzi az evangélikus teológiát, megkapja a diplomáját, oklevelet, lelkészavatás következik, hogyha vállalja a lelkészi szolgálatot, és ezek után pedig elkerül, illetve a püspök kihelyezi egy evangélikus gyülekezetbe. Nekem egy sajátos helyzetem van itt Pécsen, hiszen a szó igazi értelmében segédlelkészként dolgozhatom egy vezető, a gyülekezet vezető lelkésze mellett. Azonban az egyházunkban még lelkész hiány van, így előfordulhat egy olyan helyzet is, amikor a frissen végzett teológus hallgató egy önálló gyülekezetbe kerül ki, mint vezető lelkész. Így például az egyik osztálytársam Gyönkön van most, végzi a lelkészi szolgálatát, mint a gyülekezet vezető lelkésze. Viszont mindkettőnk számára kötelező, hogy a gyakorlatban 2 év szolgálati időt szerezzünk, és ezután kell letennünk a lelkészi vizsgát. Tehát amikor megszerezzük ezt a vizsgát, akkor tehát mondjuk így, hogy papíron is lelkészek vagyunk, viszont a gyakorlatban már a teológiai évek elvégzése után, a lelkész avatás után végezhetjük a lelkészi szolgálatot, tehát eskedhetünk, temethetünk, keresztelhetünk, hitoktatásban részt vehetünk, Isten igéjét hirdethetjük. Most már így élesben, a gyakorlatban melyik munka tűnt a legnehezebbnek, ha lehet ilyet kérdezni? Hát leginkább az idősekkel való foglalkozás, amikor végighallgatom az idős embereknek a gondját, a panaszát, és megpróbálok nekik vigaszt adni, vigaszt nyújtani, hiszen nincs egyforma emberi élet, nincsenek egyforma gondok, problémák, és nekünk lelkészeknek mindig készen kell állnunk a másik embert erősíteni, vigasztalni, hitét ébren tartani. És ebben tehát nagy segítséget nyújt nekem azt, hogy naponként Jézushoz fordulhatok ezért segítségért, és tőle kérhetek erőt. Ön, mint fiatal lelkésznő, milyen elképzelésekkel, tervekkel kezdte el a lelkészi szolgálatot? Hát a terveim közé tartozott az is, hogy talán majd egyszer szeretnék egy kis falusi gyülekezetben is szolgálni, mint vezető lelkész, a gyülekezet lelkésze. Ugyanakkor a lelkészi pálya olyan hivatás, ahol végig kísérhetem az embereknek az életét a születéstől egészen a halál pillanatáig. Leginkább nekem a gyermekmunka áll készhez a lelkészi hivatás során, a hittanórákat nagyon szeretem, illetve az idősekkel való foglalkozás is most már rendbe jön, rendeződik. Azt is szeretem csinálni, végezni. Van-e olyan élménye, ami a hivatás tudaton túl még inkább megerősítette önben azt, hogy igazán lelkész legyen? Igen, és szeretném ezt az élményemet megosztani a tévénézőkkel is. A teológus évek elvégzése után a tanulmányaimat Németországban folytathattam, Neuendettelsau-ban, ahol nem csak én voltam magyar diák, hanem rajtam kívül még 2 voltak magyarok, de a világ minden tájáról érkeztek diákok, hogy itt tanulhassanak. Voltak diáktársaim Koreából, az indonéz szigetvilágból, a Samoa-szigetekről, illetve Brazíliából. És én hiszem azt, hogy közöttünk az összetartó erőt nem csak az jelentette, hogy közösen beszélhettük a német nyelvet, és hogy mindnyájan egy idegen környezetben voltunk, hanem az igazi összetartó erőt jelentette annak a tudata, hogy mindnyájunk számára az igazi Úr az Jézus Krisztus volt.